Két évvel ezelőtt 27 produkció jutott el a Zegasztár gáláig, melynek akkor is a Hevesi Sándor Színház adott helyet. A nézők mintegy 6000 szavazatából a legtöbbet a Westside TSE csapata kapta, így 2021-ben ők vihették haza a fődíjat. Idén vers és prózamondás, modern és társas tánc, néptánc, komoly zene, népzene és könnyű zene, valamint képzőművészet kategóriákban várják a nevezéseket. Sok tehetséget fedezünk fel, akik a városban aztán sokszor láthatók, hallhatók, illetve az elmúlt nyolc egasztárból most legalább 6-8 nevet, vagy 10 is mondhatnék, aki azóta már hivatásos, hivatalos eladó művész, komoly zenében, népzenében, eladó művészetben vannak már diplomás, sőt egyetemi docensek is vannak már, akik az első zegasztáron voltak a gála fői. A rendezvény fő támogatója ezúttal is az önkormányzat. A színvonalas lebonyolítást több városi cég mellett az Alegerszegi Szakképzési Centrum és az Alegerszegi Tankerületi Központ segíti. A november 19-i elődöntőt felvételről a gálát élőben közvetíti az Alegerszegi Televízió azt gondoljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben. A kérdés az az, hogy az élete folyamán kap-e lehetőséget arra, hogy ezt a tehetséget megtalálja, vagy éppen kibontakoztassa. És éppen az Egasztár volt az, amely annak idején egy olyan filozófiával állt elő, hogy adjunk teret és lehetőséget az alegerszegi fiataloknak, hadd próbálhassák ki magukat abban, amiről úgy gondolják, hogy jók és tehetségesek benne. A produkciókat háromtagú tagú zsűri értékeli. Az ítészek csapatát Besenci Árpád, a Hevesi Sándor színház igazgatója vezeti. A zenei kategóriák mestere Bot Gábor színművész lesz, míg a táncokat Cseri Hárd, táncos koreográfus véleményezi. A zsűri kategóriánként három-három produkciót juttat a gálára, majd az így kialakult mezőnyt egy-egy előadóval kiegészíthetik a nézők. A 9. Zegasztárra november 7-éig lehet jelentkezni a www.zalegerszeg.hu oldalról letölthető formanyomtatvány kitöltésével.